Mi el lehetünk készülve arra, hogy nem fogja nagy fény övezni a nevünket és fejünket, annak ellenére, hogy már évek óta tettük, amit tenni tudtunk. Én, én ezt teljesen világosan láttam. Úgyhogy arra gondoltam, hogy vagy lesz olyan kisebb lap, amelyikbe dolgozhatom, mert biztos voltam benne, hogy egy szabad választás el fogja söpörni a kommunista pártnak a nagyimrista formáját is, vagy ha lehet, és nagyobb kifogás nincs ellene, akkor elmegyek tanárnak. Nekem magyar-latin szakos végzettségem volt, és egy idő után, mikor megnyugszanak a kedélyek, mikor egy írásról már csak azt nézik, hogy jó vagy nem jó, talán tudok majd olyat írni, ami, ami utat talál magának. Körülbelül így láttam a helyzetemet. kétféle lehetőség volt. Az egyik az, hogy csak a Nagy Imre csoport győz, pontosan a Nagy Imre miniszterelnök, de azért nagyjából, hanem egy párt, de két pártrendszer, ez volt az egyik figura, de ez, szerintem ez nem volt életképes. Ebben az esetben hát kiváltságok, hogy úgy mondjam, jelentős része megmarad. De ha teljes a demokrácia, amiért én állást foglaltam és mellette voltam a saját sorsomtól és jövőmtől függetlenül, akkor tudomásul kellett volna vennem, hogy azokért az évekért, amiket a közvélemény ismer, fizetni kell. Méghozzá azzal, hogy a kiváltságok nem csak azzal, hogy a kiváltságok elmúlnak, hanem személy szerint nehéz évek következnek se az irodalomba, se a filmírásba. Nagy szerepet nem fogok kapni, hanem mondom, elmegyek tanárnak, és majd aztán írok, és ha kell, kell, ha nem kell, nem kell. Körülbelül így láttam.